A környékben termelt borok kerültek a szakértő zsűritagok elé a hétvégén Miklósván. Az ítészek minőségi javulásról számoltak be, és a különdíjak mellett 6 kategóriában hirdettek győztest. A nyertesek között szerepel Németh József, Tóth Imre, Kárdonyi József, Ábrahám János, Bencik Ferenc és Klepács István nedűje. A miklósvai dr. Kotnyek István kertbarát kör a tél és a kora tavasz folyamán számos olyan programot szervezett, ami a szőlős gazdák fejlődését, tudásuk gyarapítását szolgálta. A március 15-én megtartott pálinka mustra rendkívül sikeres volt, 100 feletti mintát szolgáltattak a gazdák. Az e hétvégi borverseny szintén nagy érdeklődés mellett zajlott. A pálinkánál 5 minta felett nem kellett fizetni, és ott az megnyomta a mennyiséget, a minták mennyiségét. Itt minden borért kellett fizetni, minden mintáért, és itt egy kicsit kevesebb, 100 minta lett végül, és ez 42 gazda produkálta, én ezzel nagyon meg vagyok elégedve. A zsűrizés ezúttal is több csoportban zajlott. Stábunk menet közben tudott beszélgetni az ítészekkel. 21-es évjárat az egy nagyon szép évjárat, és ezt itt Miklósván is mutatják a borok. A vegyes fehéreknél mindig egy kicsit gondban van az ember, mert meg kell próbálni benne a gazdát megkeresni, hogy mit akart abból a vegyes fehérből kihozni, vagy egy OS módszerrel dolgozott, hogy ahogy sikerül, olyan lesz. És hát ebből adódóan ez felteszi a zsűrinek is a dolgot, de a vegyes fehérek között is találtunk aranyat, aki már tényleg tudta, hogy mit akar abból a borból, abból az elegyből, abból a kis küvéjéből kihozni. A zsűri díjazta a falu és a vidék legjobb fehér és vörös borát is, emellett számos külön kategóriában hirdettek győztest.